Önvédelem oktatás és közösségépítés a Berettyóújfalui Harcművészeti Iskolában. Talán így lehetne összefoglalni azt a munkát, ami 1991-ben kezdődött és azóta is töretlenül tart. A kungfu a kínai harcművészetek összefoglaló neve, több mint 300 stílus létezik, és ezek között csak egy van, amit egy nő alapított. Egy ősi harcművészet a Wing Chun, ahol nem az erő dominál, és a harc során a cél az ellenfél gyenge pontjainak gyors és hatékony támadása. Minden év tavaszán és őszén tartunk egy nyilvános foglalkozást, amikor eljöhetnek a hozzátartozók, a barátok, rokonok, érdeklődők, a város lakosai, megnézhetik, hogy a hozzátartozójuk, a gyermekük mit tanult, mit fejlődött az eltelt időben, hogy egyáltalán mi is az a Wing Chun Kung Fu, kicsit beszélgetünk, tartunk egy kis tájékoztatót, itt a harcművészetekről, az egészséges életmódról, és a mai világban viszont nem árt, egy kis önvédelmet is tanulnak az emberek. Következő támadás, a taposórugás. Készülj! Egy kínai harcművészetről beszélünk, az egyetlen a 365 stílusból, amit nő dolgozott ki. Tehát nem a fizikai erő dominál, hanem mindig a könnyed, gyors, egyszerű megoldások. Hiszen a támadó az mindig erősebb lesz, vagy erősebbnek hiszi magát, ezért támad. Egy vert helyzetből egy gyermek, egy idősebb úr, hölgy, akkor tud csak igazán győztesen kikerülni, ha olyan technikának van a birtokába, amellyel szemben egy nagyobb, erősebb emberrel szemben is eséllyel veszi fel a harcot. Nem az a fontos, hogy győzzünk, ha egy veszélyes helyzetből egészségesen ki tudunk kerülni, már megérte, hogy harcművészetet tanultunk. 12 tanulófokozat van, és 12 mesterfokozat van. 12 tanulófokozatot általában egy olyan 4-5 év alatt érnek el a diákok. Ez mindig a szorgalomtól függ. Van, aki lassabban halad, van, aki gyorsabban halad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ha utcán sétálok, és megfogja a vállamon a ruhát, oda se fordultam, abban a pillanatban megindítottam az első támadást, majd a következő. Ha megfogja két kézzel a ruhámat, mindig zár. Ott a szeme, ott a lány része, könnyökösök, ott a torka a támadónak. Tehát azokat a pontokat támadom, amit nem tud fölencenni a támadó. 1991 áprilisában én magam nyitottam meg az első iskolát itt Berettyóújfaluban, és azóta folyamatosan működik itt iskolánk. Nagyon sok gyermek megfordul nálunk, gyermekek is, felnőttek is, és nagyon sok olyan diákom van, akit nem csak itt tanítok, hanem középiskolában, rendészeti tagozaton, Derecskén, illetve vannak olyan gyerekek, akiket azóta már végzett hallgatóként a rendőrség, a Nemzetadó és Vámhivatal, a büntetésvégrehajtás, vagy éppen a hadsereg berkein belül is oktatok, hiszen a rendvédelmi szervek hozzám tartoznak, óradóként tanítok a rendőrtiszti főiskolán, és a felsorolt rendvédelmi és katonai szerveknél kiképzőként dolgozom. Itt mindenki magához képest fejlődik, mindenki magához képest gyakorol, és ha vizsgázik, mi mindenkit saját magához képest vizsgáztatunk. Hiányzott a mozgás. Kerestünk valami lehetőséget, és a kisebbik lányommal együtt úgy döntöttünk, hogy látván a bemutatót, ami a tavalyi kórházi bálon zajlott, kedvet kaptunk hozzá, hogy ezt megpróbáljuk, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó választás volt, hiszen amellett, hogy egy nagyon jó csapatba kerültünk, egy kemény, de igazságos edző keze alá, egy nagyon jó társaságot találtunk, ahol még ugyan baráti kapcsolatokat nem alakítottunk ki, de már elfogadtak engem is, a gyermekemet is, és nagyon jól érezzük itt magunkat. Itt Berettyóújfaluban két edzés van, egy héten, hétfőn és szerdán 5-től 6-ig, de hogyha az ember úgy érzi, hogy szemináriumra vagy vizsgára készül, akkor természetesen átmentünk Derecskére, illetőleg Hajdúszoboszlóra testvéregyesületekhez, mindenhol szeretettel fogadnak. Nagyon sok jó dolgot hallottam erről az egyesületről, és ugye hát önvédelmi szempontból nagyon-nagyon tökéletes. Ugye rendvédelmi pályán szeretnék elhelyezkedni, és ez nekem nagyon fontos lenne ez a felkészítés, és sokkal magabiztosabban járok például este az utcán egyedül, mint mondjuk, hogyha nem is járnék ide. Nem megerőltető egyáltalán, egy kis fizikai felkészítés van, de hát az pontosan tökéletes. A Wing Chun Kung Fu leginkább az agyra és a gondolkozásra alapszik, és az agy vezérel szinte mindent, és finom, kicsi, könnyű mozdulatokkal dolgozunk. Szemem látja, hogy jön egy ütés. Az agyam kiadja a parancsot, a kézlek, hogy hál is.
ez túl lassú, egy rövid, gyors ütéssel szemben. Ezért próbálunk tapadni az ellenfélet, és érezzük a réseket.